Ünnepi díszbe öltözött a Varsádi Művelődési Ház udvara. A település legkisebbjei segítkeztek a színpad és a felajánlásból kapott fenyőfa feldíszítésében, ami még nem nyerte el teljes pompáját, ugyanis van egy kezdeményezés a településen, amelynek köszönhetően még a későbbiekben is kerül dekoráció a fára. Most már évek óta mindig magánszemélyek ajánlanak fel az udvart kinőtt nagy fenyőfákat, és az idén is így történt ez, amit nagyon szépen köszönünk. Többnyire a gyerekek által készített díszek, ugye korábbi években szerveztünk kézműves foglalkozásokat rá, illetve hát nagy gömbök, mint általában a fenyőfákon. A Covid idejében ugye nem rendezhettünk rendezvényeket, és akkor találtuk ki azt, hogy kis piros szívecskéket ajánlottunk föl, hogyha mindenki, valaki szeretne üzenni jó kívánságot karácsonyra, akkor egy szívecskét vihet tőlünk a hivatalból, vagy innen Gabitól a művelődési házból, és írhat rá jó kívánságokat, mi azt lelamináltuk, hogy ne ázzon el, és ezekkel díszítjük a fát. Ezt az idén is meghirdettük, úgyhogy még vannak szabad üres szívek, amikre lehet karácsonyi üzeneteket küldeni. A gyerekek arcán látszott, hogy örömet okoz számukra, hogy ők is hozzátehetnek ahhoz, hogy a karácsonyi hangulat megelevenedjen a közösségi tereken is. Ők nagyon vevők az ilyen alkalmakra, nagyon szeretnek jönni, én úgy gondolom, közösségbe lenni, együtt játszani, együtt készülődni. Még a harmadik adventi hétvégén lesz egy program, ami már egy pár éve megint csak szertartás, ugyanis mi varsádiak is nevezni szoktunk a gyönki, mézes gyönk kiállításra. Az idei évben a katolikus templomunk került megformázásra. A korábbi években meg a többi középületeink, már volt az evangélikus templom is, a művelődési ház is, a községháza is. És amikor lebontják ezt a kiállítást, akkor visszakapjuk a mi alkotásunkat, és mi kapunk mellé egy pár kis mézes kalácsházat, és azt gyerekekkel közösen fogyasszuk el. Mi is meg tudunk jelenni, tehát meg tudjuk mutatni, hogy nálunk is vannak ügyeskező anyukák, akik tudnak ilyeneket alkotni. És úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kistérségi összefogás is innentől kezdve, tehát egy helyen a gyönk és környéke települései meg tudnak jelenni. Miután minden dísz felkerült az udvari dekorációkra, a művelődési házban folytatódott a program, ahol az ünnepi hangolódást a Csobogó Együttes segítette, akik költők megzenésített verseivel érkeztek a varsádiakhoz. És mikor a nap lemenne, a hóbőkre betemetne. A hó ugyancsak dalformájában jelent meg Varsádon is, de a közösség formáló rendezvény így is jó hangulatban telt.